Mesterházi Attila vendégünk, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ez most mi volt? Melyik? Ez az egész. Tehát Gyurcsány Ferencéknek nem tudom, hogy bárki bármit önfelé indokolta, hogy miért pont most jutott az eszükbe a hirtelen megtisztulás, bár igaz, hogy már ezt azért elég régóta hangoztatják, csak hogy... Bocsát, tehát miért? Melyiket hangoztatják régóta? Hát, hogy a pártnak válasz változnia kell, erősödnie kell. Ennél egy kicsit konkrétabb a javaslat, mint hogy a pártnak változnak. Most, hát a változás jegyében most adják vissza a mandátumokat. Csak azt hittem, hogy hát többet tud, mint én, mert nem, most hallottam az, róla először. Amit olvasok. És akkor utána összehívja ön a rendkívüli frakciülést, ott meg nem történt semmi. Azért, hogy most ennek mi értelme volt? Vagy bocsánat, ugye a frakciülést azért hívtam össze, mert a képviselő társaim a sajtóból értesültek arról, hogy valaki elégedetlen az ő munkájukkal, és arról szólítja föl őket, hogy hát mondjanak le, vagy ajánlják fel miért nem a felmondásukat. A közvéleménykutatási adatokat? Hát nézhetjük azokat is, de hát akkor miért az újságból kell ezt megtudni? Tehát, hogyha ha valakinek ilyen problémája van, az jön el a frakciülésre, és ott mondja XYZ szemébe, hogy én a te munkáddal vagyok elégedetlen, és akkor megvan a lehetőség, hogy akikre kritikát mondanak, azok is hát válaszolhassanak, és ők is elmondhassák, hogy mi a problémájuk adott esetben a kezdeményezővel. Vagy Molnár Csaba nem ezt írta, hogy Molnár Csaba azt írta konkrétan, hogy baj. Hát dehogy nem. Az egész frakcióval. Bocsát, én olvastam a levelet, mert nekem küldte el este 7:30-kor. Ebben az szerepel, hogy a támogatottságunknak a nem áttörésszerű növekedésében a frakció gyenge teljesítménye van bent. Hát akkor gondolom, hát a frakcióban vannak, akik gyengén teljesítenek. Például gondolom azok, akik nem járnak el bizottsági ülésre, nem adnak be írásbeli kérdést, nem szólalnak föl a parlamentbe. Hát a frakcióban ugye a munka arról szól, hogy írásbeli kérdés, erőterjesztés, bizottságon való részvétel. Hát ezek az urak, akik itt megfogalmazták ezt a levet, maga Molnár Csaba 36%-án vett részt a bizottsági üléseknek, ami hát még a felét sem éri el. Varjú László azt hiszem egy darab bizottsági ülésen vett részt, ahol a frakció delegálta. Tehát azt gondolom, amikor teljesítményről beszélünk, akkor ezzel óvatosabban kell bánni, és pontosabban kell fogalmazni. Ön se gondolja komolyan, hogy Molnár Csaba erre gondolt, még ha nem is írtak körbe. Az, hogy a hát kérdezze meg tőlem, mire gondolt, én nem akarnék találgatni. Én nem találgatok, én biztos vagyok benne, az, hogy a teljesítményen ez a javaslat, nem. Tehát nem ez nem erről szól ez a javaslat. Várjon, de az emberek nem azt nézik, hogy hány bizottsági ülésen voltak ott a szociális képviselők, avagy sem. Nem, bocsánat, be kell jönni ide este dolgozni? Van különben műsor, hogyha ön nincs itt bent? Hát azért senki nem pótolhatatlan. De ha ön nincsen, akkor azért, és más se jön, akkor nincsen ugye műsor. A parlament is olyan hely, ahova a képviselőknek, mint a munkájukön van dolguk. Tehát én azért, de nem azért, ezzel azért elégedetlenek mondom, hogy... a választók. Nem hát, erre gondolok. Bocsánat, azért ezek összefüggésben vannak egymással. De ami a lényeg, hogy ez a javaslat nem erről szól. Ez a javaslat arról szól, és ez látható volt, ez egy folyamatos távolállási folyamat, nem vesznek részt a frakció életében, a párt életében a Demokratikus Koalíció Platformnak a vezetői. Tehát láthatóan keresték és készítették és készítik elő azt a kilépési pontot, ahol távozhatnak a szocialista pártból. Ahogy mondtam, ez nem ördögtől való, csak akkor szerintem őszintén egyenesen kell beszélni, azt kell mondani, hogy szerintünk elérkezett az idő, hogy itt most ne együtt menjünk tovább, hanem adott esetben különböző utakat keressünk, és akár ebben még az is bent van, hogy egy békés elválás után, akár még arra is van lehetőség, hogy 2014-ben egy ilyen pártszövetségként, civilekkel, mindenkivel, demokratikus pártokkal összefogva neki lehet állni egy választási kampánynak. De sokkal tisztességesebb és helyesebb az, hogyha arról beszélünk, amiről ez a javaslat tulajdonképpen szól, vagy amit előkészít. Mi értelme van, hogy Gyurcsány Ferenc vagy őt támogatók közül bárki keresi az alkalmat, hogy mikor lépjünk? Ha lépni akarnak, akkor léptek volna. Tehát, hogy mi ez az alkalomkeresés? Hát az, hogy ugye azért egy új pártnak gondolom eldöntötték most, és most látszik jobban ebből a javaslatból is, hogy ez egy egyértelmű támadás, elnézést a szocialista párt ellen. Hát nem a szocialista pártért, nem, szó sincs róla. Ez egy nagyon kemény, személyes, hatalmi konfliktusokat hoz be ez a javaslat a szocialista pártba, ennek garmadáját szabadítja rá a szocialista pártra. Ez a javaslat nem a megújításról szól. Ez arról szól, hogy hogyan lehet befelé fordítani a szocialista pártot, hogy megint csak ezekkel a kérdésekkel foglalkozzunk heteken keresztül. Ez miért lenne érdeke Gyurcsány Ferencnek, hát vagy ezt kérdezze meg tőle, hogy miért érdeke neki. Hát talán azért érdeke. Jobban ismeri én nálam. Hát ön is szokott sokszor beszélgetni vele, hát tehát van lehetősége én az megkérdezni. Nagyon egyszerű a helyzet, az, hogyha ez a rendszer
romlik, romokba hever, gyengül a szocialista párt, akkor ennek a bázisán, hogyha ebből kilépnek emberek, akkor ugyanarra a szavazói körre egy másik párt nagyobb eséllyel tud rástartolni. Tehát van ebben logika, hogy ha azt úgy döntöttünk, hogy mi távozni akarunk, akkor természetesen azt az erőt, amelyikből ki akarunk válni, azt természetesen gyengíteni kell, hiszen versenytársak lennénk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a szocialista pártnak a reformja, megújítása az egy előre meghirdetett menetrend alapján halad. Olyan módosítási... De mi történt az elmúlt egy évben a megújítás szintjén? Tudja, ez úgy működik, hogy van egy alapszabálymódosító kongresszus, ott lehet reformokat és alapszabálymódosításokat véghez vinni. Amikor nincs ilyen kongresszus, akkor nem lehet ilyeneket véghez vinni. Hát ugye, és elő kell készíteni. Ez előre meghirdetette november 12-13. Elkészültek a munkacsoportok az a javaslatokkal, olyan javaslatokkal, amik az elmúlt 20 évben nem voltak a szocialista párt tekintetében, alapvető radikális, méreható változást érhetünk el ezekkel a javaslatokkal. Ehhez 2/3 kell a kongresszuson szerezni, és utána azt lehet mondani, hogy változott a struktúra, a mechanizmus, a teljesítményértékesítési rendszer, vagy éppen adott esetben a morális értékeinket újra megerősítettük. Ezért én azt mondom, hogy ez egy folyamat, ebbe bárki bekapcsolódhat. Az, aki kívülről kritizálja a szocialista pártot, és ezt mindig a média nyilvánosságába teszi. Ahelyett, hogy ezekben a belső pártfórumokon mondaná a kritikai észrevételét, az azt gondolom, hogy Orbán Viktor forgatókönyvét valósítja meg, és ez pedig gyengíti a szocialista pártot, az pedig ilyen helyzetben nem lehetséges. Nem belső fórumokon nem szokta elmondani? Hát nézem, a például nem volt ott a frakciülésen. Hát ma nem, de hát... Legutóbbi alkalommal se volt ott, vagy csak rövid ideig volt ott. Én azt gondolom, ha valaki nem vesz részt a pártnak az életébe, akkor nagyon nehéz ezeket a javaslatokat megvitatni. Gyurcsány Ferenc vagy az ő platformjának bármelyik tagja azt mondja, hogy ezzel a garnitúrával látszik, hogy nem megy a megújulás, akkor egészen biztos vagyok benne, nem vagyok a szószólójuk, nem készítettem velük tegnap óta interjút, csak egészen logikailag meg tudom fejteni. Arra gondolnak, hogy ezzel a párttal nem történt meg az, ami meg kellett volna, hogy történjen az elmúlt egy évben. A jelenlegi közvéleménykutatási adatok nem látszódik az előremutatás, ezért próbálnak ők, vagy előrelépés, ezért próbálnak ők valamit kitalálni. Mihez képest nem mutatkozik előrelépés? Hát ez a 12%, amikor a mediánt veszem, akkor megelégszik. De ha más nézünk, ugye nem indét indult, ugye a medián is azt mondta, hogy 10-16%-ra ment a szocialista pártnak a támogatottság, és inkább azt lehet látni sajnos, hogy van egy radikalizálódás a társadalomban, ami életveszélyes. Épp ezért, amiket önök is felsoroltak egyébként itt az előző interjúban, hogy mennyi baj van ebbe az országban, ezekkel kell foglalkozni, mert a választók erre kíváncsiak. Az előző kongresszusnál, bocsánat, beszélgetek az emberekkel, és nem azt kérdezik tőlem, hogy az alapszabály negyedik pontjában mikor lesz a változtatás, biztos, hanem azt kérdezik, hogy önök mit gondolnak a minimálbérről, mit gondolnak a több kulcsos adóról, mit gondol az áfa emelésről, a foglalkoztatásról. Másfél millió baloldali, nem csak érzelmű, hanem szavazó ember nem kíváncsi arra, hogy mi lesz az MSZP-ben, az MSZP-ből. Szerintem arra kíváncsi, szerintem hogy... meg igen. Szerintem nem. Szerintem arra kíváncsi, hogy ennek a folyamatnak a végén a szocialista párt egy modern, hatékony, európai szociáldemokrata értékeket valló pártként. És ezt nem látják most, hogy ezen az úton már elindultak? De elindultunk ezen az úton. És hát ön egy prejudikációval él, bocsánat. Ön kérdezem. Elfogad egy olyan, nem, ön állít. Ön nem. Elfogadja azt az állítást, amit a Demokratikus Koalíció platform én kérdezem. Mond. Én ezt az állítást vitatom. Emberek? Én ezt az állítást vitatom, és a legutóbbi kongresszuson is komoly döntéseket hozott a kongresszus. Elindultak a megújulás elindultunk, útján. Igen. Sőt, és ezt az emberek folyamatosan látják haladunk is? Ebben. Tudja, ez olyan, hogyha hadd mondjak egy példát, talán abból jobban rá tudok erre világítani. Hogyha az ember azt szeretné, hogy az alma gyorsabban érjen, akkor állhat ott a fa alatt, és kiabálhat, hogy érjél gyorsabban, kedves alma, attól nem fog előbb érni. Vannak folyamatok, amiket nem lehet átugrani. Ezért mondom azt, hogy elindultunk egy úton, tesszük a dolgunkat. Közben szerintem sokkal fontosabb, hogy milyen nagy problémák vannak ebbe az országban, hogy milyen alternatívát mondunk ezekre a kérdésekre. És emellett a választók arra lesznek kíváncsiak, hogy amikor meghoztuk ezeket a döntéseket például az alapszabály tekintetében, akkor utána hogyan tudjuk működtetni a pártot. Világos forgatókönyvben, világos dátumok vannak, világos struktúrák vannak, és ezen belül kell ezeket a kritikai észrevételeket elmondani, igen. És nem a médián keresztül mindig megüzenni, és ezáltal tematizálni azt az egyébként szűkülő médiatért, ami a szocialista párt számára rendelkezésre áll. Én ezt mind értem, egy olyan jobboldali médiabirodalommal szemben
kell, hogy végezzük a tevékenységünket, ahol napi küzdelemben vagyunk, hogy bejussunk a médiába. Ha ezt a területet is, bocsánat, ha ezt a felületet is azzal töltjük el, amivel most is, de ez nem baj, hogy hát a belső ügyeinkkel mi történik, akkor nem tudok üzenni a választópolgárnak politikusként, mert nem tudom elmondani, nincs hely. Ez nem azt jelenti, hogy 365 napon keresztül csak a párt belügyeiről szólnak a hírek az MSZP-vel kapcsolatban, és még egyszer mondom, én meg azt gondolom, hogy másfél vagy akár 2 millió hajdan volt szavazójuk, meg jogosan lehet kíváncsi arra, hogy merre tovább MSZP, és hogyha éppen erről kérdezi egy újságíró a párt elnökét, válaszol is, és higgy el, hogy az embereket érdekli is. Kettő, pártelnökként én azt abszolút elfogadom, hogy ezeket a menetrendeket felállították, betartják, ez a érési folyamata az almának, hogy ön fogalmazott. De ettől függetlenül nem érzi azt, hogy a választók nem türelmetlenek, hanem kiábrándultak, csalódottak, a bizonytalanok bázisát gyarapítják, mert hogy ők nem ezekre az időpontokra, alapszabályokra, meg nem tudom mire kíváncsiak, meg nem arra, hogy Molnár Csaba bejár-e a bizottság ürése, hanem hogy mit áraszt magát, járjon be, ezért kapja a fizetését, igaza van önnek, de a választó nem ezt figyeli, hanem mit üzen az MSZP neki, látja azt, hogy több kulcsos adórendszert kell bevezetni, az, hogy foglalkoztatást kell bővíteni, az, hogy Matolcsy György mondjon le, vagy Orbán Viktor váltsa le, mert tönkreteszi az országot. Ha jól üzennék, akkor nőne rohamosan a támogatottságuk. Nem, elnézést kérek. 8 évig kormányoztunk, olyan választási vereség után vagyunk túl, ami 90-ben volt utoljára a szocialista párt történetében. Egyszer már beszéltünk róla, talán elfelejtette, 90 és 92 között a szocialista pártnak a támogatottsága nem nőtt, hanem csökkent. 8% volt 90-ben, 92-ben 6%. Tehát nem, hogy növekedés lett volna sajnos, hanem csökkenés volt. 93-tól kezdődött el a szocialista párt támogatottsága. Nagy kihívás van önök előtt. Akkor is nagyon nagy kihívás volt, akkor egy rendszerváltás után voltunk. Most és meg teljesen egy kétharmados kormányon így van, ezért mind a kettő hasonlóan történelmi szituáció. De ez viszont azt is jelenti, hogy volt már rá példa, amikor egy 2 éves periódus után abszolút többséget szerez úgy egy párt, hogy előtte nem volt érzékelhető ez a támogatásbeli növekedés. Ez nem azt jelenti, hogy ezzel meg vagyunk elégedve, félreértés ne essék. Ez arról szól, hogy mindenkinek be kell tartania egy pártnak az erkölcsi alapszabályi normáit, senki sem különb és több ebben a pártban. Ami rám kötelező, az mindenki másra is kötelező. És én azt látom, hogy ebben a tekintetben vannak, akik úgy gondolják, hogy ők bármit meg tudnak tenni, és bármit meg szabad tenniük. Ezért mondom azt, hogy ha valaki úgy döntött, hogy menni akar, akkor tegye meg, csak minél gyorsabban, mert akkor mind a két szervezet tudja rendezni a sorait, és el tudja kezdeni a békés építkezést. Ön szeretné, hogyha Gyurcsány Ferenc kilépne az MSZP-ből? Én a helyzetet szeretném rendezni. Azt szeretném, hogy a szocialista párt egy erős, egységes párt legyen, ahol nem a belső vitáinkról folyik folyamatosan a beszélgetés. Én az elmúlt másfél évben más se tettem, mint hogy erre az egységre törekedtem. Sokszor kritizáltak engem azért, hogy túl gyenge vagyok ebbe a kérdéskörbe, ezt már rég rendezni kellene ezt a helyzetet. Én nagyon erősen hittem abba, hogy ezt lehet rendezni, ezt a kérdést. És most? Nekem most úgy tűnik, hogy elérkezett az a pillanat, amikor eldöntötték a platform vezetésébe, hogy így ebben a formában nem akarják továbbvinni. Látszanak a nyilatkozatokban, nézze, hogyha valaki ennyire kritikusan beszél a saját pártjáról, esetleg arról a pártról, amit ő maga is vezetett, hogy ő neki naponta kemény kompromisszumokat kell magával kötnie, hogy egyáltalán el tudja fogadni, hogy ennek a pártnak a tagja. Hogy nem tud már érveket felsorakoztatni azért, hogy miért kellene erre a szocialista pártra szavazni. Hát, és közben azt látjuk, hogy Orbán Viktor pedig feldújja az országot, akkor azt gondolom, hogy ott nem kell akkor ezt tovább erőltetni, akkor meg kell hozni azt a bátor döntést, hogyha bízunk magunkba, hiszünk abba, amit képviselünk, akkor kell egy önálló utat választani. Hogy az elmúlt másfél évben ön arra törekedett, és azt szerette volna, hogyha Gyurcsány Ferenccel együtt egységes és erős, és megy előre az MSZP, most már elérkezettnek látja azt a pontot, amikor inkább azt mondja, hogy Gyurcsány Ferenc nélkül? Én azt mondom, hogy ők eldöntötték ezt. És én ehhez a forgatókönyvhöz olyan értelemben alkalmazkodom, hogy tudomásul veszem, hogyha valaki menni akar, akkor tegye, ez nem ördögtől való. Sokszor fogalmazódott meg elméleti koncepciókat az elmúlt hónapokban, hogy ami nagyon nem passzol össze, akkor érdemes azt adott esetben szétválasztani, és hát a különböző választói csoportokat tud megszólítani két különböző karakterű párt. És nem gondolja, hogy ezáltal mondjuk az MSZP-nek vége lesz? Nem, az MSZP-nek ezáltal nem lesz vége. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog ebből kisülni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm.